Köszöntöm nézőinket, Önök kulturális magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Mutatom, mit kínálunk a következő percekben. 25 éves a Nyitott Világ Alapítvány. Múzeumi előadások a Magyar Tudomány Napján. 25. szakmai napját tartotta meg a Tolna megyei levéltár. 9. alkalommal szervezték meg a mikrotérségi kórus találkozót Györkönyben. A cél az volt 25 esztendeje, amikor megkezdte működését a Nyitott Világ Alapítvány, hogy használható nyelvtudást biztosítson a hozzájuk fordulók számára. Ez idő alatt több mint 2000 diák fordult meg a képzéseken. A tanulók nem csak a nyelvvel, hanem idegen kultúrákkal is megismerkedhettek a külföldi utak, nyelvi táborok alkalmával. Számos családban már az első tanítványok gyermekei is itt szereznek nyelvvizsgát. Megtelt egykori és jelenlegi tanítványokkal a Szekszárdi Művészetek Háza. Sokan vannak, akik a Nyitott Világ Alapítványban tanultaknak köszönhetik, hogy ma gond nélkül tudnak nemzetközi kapcsolatokat ápolni munkájuk során, vagy éppen gond nélkül tájékozódnak vagy kommunikálnak egy idegen országban. 25 évvel ezelőtt pont ez volt a cél, amikor Tóth Lászlóné és férje életre hívták a szervezetet, olyan tudást adni a tanulók kezébe, mellyel elboldogulnak az élet számos területén. Beteljesült az álom, igen. Amikor most készültem erre a visszaemlékezésre, erre a műsorra, akkor igen, végig gondoltam a 25 évet, teljesen végig, a kezdetektől egészen napjainkig, és igen, azt gondolom, hogy beteljesült. Ami akkor úgy jött, az most megvalósult. A mai gyerekek éltetnek bennünket, a régieket pedig, hogyha így végig kísértem, akkor e-mailben, telefonon csodálatos sorsokat hallottam. Nagyon sokan már családosak, több gyerekük van. És egyszerűen jó volt látni azt az ívet, ami úgy kialakult. Tehát akkor nekem olyan 15 éves korba kerültek az alapítványba, és tanultunk velük, és most pedig vagy eljönnek apaként, anyaként, vagy visszaemlékeznek, és ez egy nagyon jó érzés. Tehát igen, ezek a körök úgy bezárulnak, és ez jó. A jubileum a visszaemlékezéstől szólt. Akik a közönség elé lépnek, mind arról beszéltek, mit adott nekik a nyelviskola, hogyan emlékeznek a külföldi utakra vagy a táborokra, hiszen sokan vannak azok, akik az iskola befejezését követően is eljártak a nyáron tovább csiszolni a nyelvtudást. Egy jó érzés az embernek, hogyha valamit elér. A sikerélmény az egy nagyon-nagyon fontos motiváló erő, én azt gondolom minden szakmában, minden területen, és a nyelvtanulásnál ugyanúgy. És miután mi diákokkal foglalkozunk, tehát evel a korosztállyal, ezeknek a fiataloknak nagyon-nagyon szükségük van arra a fajta sikerélményre, biztonságérzetre, amit igyekszünk nekik megadni. Mondta a stúdiónk vendégeként az alapítvány elnöke. A képzés részeként 22 évvel ezelőtt szerveződött a délutáni nyelvet tanulók számára a tábor, mely 18 éven át Dombodiban várta az iskolásokat, majd átköltözött Vajtára. Ezekben a táborokban több mint 1500 diák vett részt, és a nyelvi képességeik fejlesztése mellett képet kaptak a külföldi nyelvtanároktól, azoknak az országoknak a kultúrájáról is, ahonnan ők érkeztek. Én azt láttam rajtuk, hogy ez nekik is egy élmény. Tehát nem szokták meg ezt, hogy nyaranta találkoznak magyar diákokkal, és olyanokkal is, akik esetleg jövőre is jönnek, vagy tavaly is voltak. Tehát megint ezek a folyamatok, megint ezek az ívek, amik ismétlődnek, ezek a tanárok szívesen jönnek. Tehát amikor vége van a tábornak, akkor a diákoktól elköszönnek. A diákok őtőlük kapcsolatban maradnak, tehát ez túlmutat, ez nekem nagyon fontos, túlmutat ez az egész egy tanítási folyamaton. Tehát itt emberi kapcsolatok alakultak ki, tanárok és tanárok között, tanárok és diákok között, és szerintem ez egy nagyon előremutató dolog, amikor a diák majd sok-sok év múlva emlékszik vissza arra, hogy akkor, abban az évben milyen külföldi tanárral tudott ő beszélgetni. Ez volt az ő első élménye, sikerélménye, hogy azon az idegen nyelven egy anyanyelvűvel tudott beszélni. Aki ide kerül ebbe az alapítványba, azokat a gyerekeket nem hagyják lemorzsolódni. Én dolgoztam rajta eleget, hogy
nem tanultam és nem figyeltem oda, de ránéznek a körmünkre, és akkor igenis foglalkozunk vele. Szókincsem nagyon sokat fejlődött, legalábbis remélem, hogy nem fogok belőle túl sokat elfelejteni. Az anyanyelvű tanárokról pedig annyit, hogy nagyon rendesek. Nehéz volt így, hogy nyáron tanulni nem olyan egyszerű, de harmadik-negyedik napra már egészen jó. A vélemények, ahogy látták, az évek alatt nem változtak. Aki egyszer elment a nyári táborba, maradandó élménnyel távozott. Én 25 éve ugyanazt gondolom, és lehet, hogy talán azt is így megfogalmazom önmagamnak, hogy alig változtattam valamit a 25 év alatt. Tehát így a kollégáimmal ugyanazt csináljuk. Tehát én ezt így látom, és ebben az egész folyamatban szerintem a diákok a változó tényező. Tehát maga a koncepció, a módszer, ahogy csináljuk, a programok, az mindig ugyanaz. És eleinte még talán gondoltunk arra, hogy valamit másképp kellene, de valahogy én ezt úgy éreztem, hogy ez úgy bejött, és mindig új diákok vannak, és mindenkinek valahogy új volt, tehát minden maradt. És nekem ez az alapítvány egy olyan állandóságot jelent. Engem a 90-es évek elején tanított Márta néni a Garai János gimnáziumban, a német speciális osztályban, és amikor megszületett a gyermekem, illetve elért abba a korba, hogy az alapítvány keretei között a német nyelvtanulás tovább mélyíthette, onnantól teljesen egyértelmű volt és természetes volt, hogy Márta néni szárnyai alá kerüljön. Ez a bizalom, ez mind a pedagógus irányába, mind emberileg azt hiszem teljesen megvolt. Az osztályfőnök volt a nagyfiam nála Márta néni, és ő szeretettel ajánlotta nekem, és a gyerekek kipróbálták, és a nagyfiam nála abszolút bejött, és utána már nem volt kérdés a kicsinél sem. Ez egy jó hely, azt gondolom, igen. Jó, ott voltak a táborokban, visszajárnak, pedig már kikerültek az iskolából, és visszajárnak a táborokba, amikor szervezi a Márta néni, ahogy az ideig engedik, dolgoznak, de amikor tudnak, mindig ott vannak. Mit is kívánhatnék végezetül a jövőre nézve? Ugyanolyan lelkes diákokat, mint régen, folyamatosan, és igazából azt, hogy a diákjaink, a régiek és a mostaniak is legyenek hittel, becsületesen dolgozó, boldog felnőttek. Ez a legfontosabb. 25. nyílt szakmai napját tartotta meg a Tolna megyei levéltár. Az idei előadás sorozatok tematikáját a Tolna megyei egészségügy adta. Az érdeklődők megtudhatták, hogyan tört be megyénkbe a 18. században a pestis járvány, vagy hogy a 19. század elején mit tapasztalt az akkori tiszti főorvos. Arra gondoltunk mindenképpen, hogy semmiképp ne merüljön feledésbe ez a program, ennek a tematikája sem, tehát ezek után úgy gondoltuk, hogy ha két éve korábban nem is, de azért mindenképpen megrendezzük a levéltári napunkat. Immáron 25. alkalommal a Tolna megyei levéltár szakmai eseményére a hagyomány szerint novemberben került volna sor, de a fennálló energiaválság miatt idén korábban rendezték azt meg. És minden levéltári napnak van egy tematikája. Ezt minden megyében másként szokták intézni, van, amikor ez a tematika úgy épül föl, hogy több megyéből, esetleg az ország különböző részeiből, akár határokon túlról hívnak szakembereket. Mi ezt egyszerűen oldjuk meg. Mi arra gondoltunk, hogy nem külső emberekkel, hanem általában a mi saját szakembereinkkel szervezzük meg a levéltári napunkat, amikor ők tulajdonképpen bemutatják azokat a munkáikat, azokat a vállalásaikat, amiket a dokumentumok feldolgozása kapcsán hát a munkaterőben is szerepeltettek. És ilyen módon, bár tematikánk az mindig van, ebben az évben éppen a Tolna megyei egészségügy, de valamennyi alkalommal arra törekszünk, hogy a saját szakembereinek egyfajta fórumot, egy lehetőséget nyújtsunk. Ma 6 előadást tartunk, ebből 4 előadás lesz, amit a mi szakembereink tartanak meg, akik ma is dolgoznak. Egy nyugdíjas kolléganőnk egészíti ezt ki, valamint egy nyugdíjas mozgalmas kollégánk, aki néprajzzal foglalkozik, tehát ilyen módon kapcsolódik be ebbe a területbe az egészségügynek a problematikájába. Ezt az egész témakört egyébként 2 évvel korábban terveztük volna, csak hát a pandémia ebben minket meggátolt, és ennek kapcsán arra gondoltunk, hogy akkor ne felejtsük ezt el, hanem kicsit későre téve ugyan, de ha később is van, de mindenképpen tartsuk meg ezt a eladás sorozatot, ami erről szól.
Elsőként Maulling Dóra főlevéltáros tartott előadást, Anno Domini 1739, egy pestis járvány levéltári lenyomata Tolna megyében címmel. A téma szószoros értelmében természetesen nem aktuális, hiszen a betegség napjainkban csak szorványosan fordul elő. Mégis az elmúlt években újonnan megjelent vírusfertőzés ráirányította a figyelmet az egészségügyi tárgyú történeti és levéltári kutatásokra, régmúlt idők ragályos megbetegedéseire, ilyen például a 18. századból a pestis, a 19. századból a kolera, a 20. század elejéről a spanyol nátha. A török, majd a kuruc-trabant harcok után lassacskán újra települő és újra születő vegyére 1739-ben sújtott le újra az utolsó egész országra kiterjedő, sok emberéletet követelő 1738 és 43 közt dúló pestis járvány. Az előadásban a járvány megyei terjedésének felvázolása mellett szeretnék ízelítőt adni a pestissel kapcsolatos irataink segítségével azokról a helyzetekről, amelyek ebből adódtak. Maga a program azt jelenti, hogy minden esztendőben próbálkozunk azzal, hogy a levéltárnak a szakmai munkáját kifelé megismertessük kicsit jobban a közönséggel. Általában az a közvélekedés, hogy a levéltár egy zárt intézmény, oda be se lehet igazából menni, meg különböző dokumentumokat halmozodnak, Isten tudja milyen célból. Hát a lényeg ebben az, hogy ennek mind van egy, tulajdonképpen egy hétköznapi értelme, ami arra utal mindig, hogy a dokumentumok az nem egy holt anyagot jelentenek, hanem a jóval korábbi, tehát néhány száz évvel korábbi hétköznapi életre nyújtanak némi hát képet a számunkra, és nem csak a számunkra, hanem az érdeklődő közönség számára is. Mi arra törekszünk, hogy akiknek van némi köze a levéltárhoz, vagy azokkal a társintézményekkel tegyük a kontaktus szorosabbá, és aki némileg érdeklődött eddig is a levéltár iránt, tehát akár kutatóként minket fölkeresett, akár ami hivatalos ügye volt a levéltárban, azok számára talán még inkább bebizonyosodik, hogy a levéltárnak milyen fontos szerepe van a múltnak a föltárásában. Tehát én inkább azt mondanám, hogy nem annyira a hétköznapi emberek számára, hanem akik eddig levéltár iránt érdeklődtek, vagy kapcsolatba kerültek az intézménnyel, azok számára válik világosabbá a levéltárnak az egész jelentősége. Magánemberek is látogathatják a levéltárat, sőt, többen hivatali ügyintézés miatt keresik fel az intézményt. Hiszen a 20 évnél korábbi iratok azok a levéltárba kerülnek, és hát rengeteg olyan megkeresésünk van, amivel külön három kolléga foglalkozik. Ők a levéltári kezelőink, akik nem a szakmai munkát végzik, hanem a hivatali tevékenységet, aminek persze határideje van, ügyfélek kapunk keresztül kell dolgoznunk. Tehát mondhatom azt, hogy előbb-utóbb mindenkinek lesz dolga a levéltárral, valamilyen családi bonyolalom, akár örökség, akár bármi más ügy folytán. Mindenki számára lehetőség adott, ezért szoktuk régebben egy nagyobb helyszínen rendezni ezt, tehát ahol több a befogadó képesség. Sőt, hát meg kell mondjam, hogy hát a legtöbb levéltári nap arról szól, hogy a szomszéd megyékből is szoktunk várni látogatókat, sőt, mi is ilyeneken részt szoktunk venni a többi szomszéd vármegyénél. Hát erre idén most nem kerül sor, megint csak a kialakult helyzet miatt. És hogy miért tartja fontosnak az igazgató a szakmai napok megtartását? Egyrészt ez egy hagyomány, tehát ennek a fenntartását szeretnénk megőrizni, hogy évente tartsunk levéltári napot. A másik pedig, hogy miután mindig össze szoktunk ülni a kollégákkal, hogy milyen tematikát dolgozzunk ki, tehát milyen tematikára építsük fel a levéltári napot, ez annál is inkább fontos lenne, mert a kollégáknak hát egyfajta kívást is jelent, hogy erre fel kell nyilván készülni, erre kutatni kell, írott dokumentumokat kell felhasználni, tehát amilyen módon összegzést kell tenni arról a munkáról, amit folytatnak, mint szakemberek a levéltáron belül. Ezért tartom fontosnak, ezt megismételjük. Az egy más kérdés, hogy fontos lenne is, hogy esetleg bevonjunk más intézményeket, akár más megyei munkatársakat, akár országos szinten kiváló szakembereket, de ez egy másfajta lehetőség kell, majd egy másfajta körülményrendszer. A levéltár egyébként még mindig a megszokott időben várja a látogatókat, decembertől viszont valószínűleg csökkentik majd a nyitvatartási időt. A kormány 1997-ben november 3-át a Magyar Tudomány Napjává nyilvánította annak emlékére, hogy 1825-ben ezen a napon gróf Széchenyi István felajánlotta birtokainak egyéves jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására. A Tudomány Napja alkalmával a szekszádi Vosinszky-Mor megyei múzeumban is évek óta tudományos napot szerveznek, melynek keretében a legfrissebb kutatási eredmények kerülnek napvilágra.
Ezen a napon, 1825. november 3-án Széchenyi István birtokainak egy év jövedelmét felajánlotta a Magyar Tudós Társaság megalapítására, és ezzel lehetővé tette a Magyar Tudományos Akadémia létrejöttét. Erre a napra emlékezünk a Magyar Tudomány napján. A Vosinszky-Mór megyei múzeum is az évfordulóra időzíti azt az alkalmat, amikor a kutatók beszámolnak az elmúlt évben végzett munkáik eredményeiről. A Magyar Tudomány ünnepét mi is 8 éve ünnepeljük előadásokkal a múzeumban, és ez egy nagyon örömteli kezdeményezés volt, tehát örömmel csatlakoztunk hozzá. Azért is fontos, mert ezen a napon a múzeumi kollégák, múzeológusok, tehát legyenek akár régészek, történészek, néprajzosok, irodalomtörténészek, lehetőséget kapnak arra, hogy az évi kutatásaikról, illetve a múzeumi munkákról egy kis ízelítőt adjanak a nagy közönség számára. A beszámolókból kiadvány készül a népszerű múzeumi évkönyv, mely a 70-es évek óta gyűjti egy kötetbe az adott esztendő kutatási eredményeit. A múzeumi dolgozók saját területükön szerzett tudásuk egy-egy részletét tárja az érdeklődők elé. Ez nem egy tudományos konferencia, tehát ezt mindenképp a kollégák próbálnak olyan témákat keresni a kutatásaikon belül, ami érdekesebb, egy kicsit ismeretterjesztőbb, tehát nem annyira szakzsargonnal teletűzdelt, szakszavakkal teletűzdelt szövegeket adunk itt elő, hanem megpróbáljuk egy kicsit érdekesebbé tenni ezeket az előadásokat. Ennek pont az a lényege, hogy ez egy közönségcsalogató és közönséghívó szerveződés lenne, tehát itt lenne az a lehetőség, ugye, hogy mivel ez egy Vosinszky-Mór megyei múzeum, a nevében is benne van, hogy egy megyei múzeum, tehát az a múzeológus gárda, aki dolgozik itt, az megyei témákat választ kutatási témájaként. És éppen ezért nagy közönség számára is nyitott lenne ez az előadás, és kifejezetten szeretnénk, hogyha csak alapvetően a történelem, akár a megyei történelem, a helytörténet iránt érdeklődők is, vagy csak általánosan a történelmi, a múzeumi kutatások iránt érdeklődők is részt vennének és meghallgatnák ezeket az előadásokat. Fuchs Márta előadásában ezúttal a szekszárdi Borvidék fejlődését vette górcső alá. Andrásfalvi Bertalan volt az én egyik tanárom, professzor úr volt az egyik tanárom, és ő nagyon támogatta a borászati kutatásokat. Legelőször a pinceépítészetből indultak el ezek a kutatások, tehát történeti családfa kutatásokkal indultak, vagy ez a fajta ismerkedés a borvidéknek az életével, és ezután, miközben a borászokkal történt interjúk során jöttem rá arra, hogy mekkora nagy hiányt jelent az utóbbi 30 évnek a feldolgozása. Tehát itt arról van szó, hogy mellettünk haladt el ez a 30 év, óriási változások következtek be a szekszárdi borvidéken, tehát mind társadalmi, mind gazdasági átrétegződésben, és úgy gondoltam, ugye egy néprajzos az valahol antropológus is, hogy ezeket a jelenkori kutatásokat, hogyha az ezt megélő és ezt alakító személyekkel lehet végigvinni interjúk során, akkor ez egy olyan rendkívüli lehetőség, amit nem szabad elhalasztani. A legfontosabb alapvetés az, hogy maga a bortermelés, illetve a szőlőtermelés 1990 előtt egy kiegészítő jövedelemforrás volt. Tehát az egész borvidék kutatásának az alapvetése tulajdonképpen ebből tudott és tud a mai napig kiindulni, illetve építkezni. Akár ha belegondolunk a feudalizmus alatt, a polgári korban, vagy csak visszaemlékezve a szocialista időszakban, Szekszárdon mindenkinek volt egy kis szőlőbirtoka, vagy magának termelt, vagy akár későbbiekben, ugye szocializmusban, a háztáiban szőlőbirtokot művelt, vagy a szőlőt, vagy a bort értékesítette a borkombinátnak, illetve a TS-nek. Tehát alapvetően a szőlészet és a borászat az nem a fő megélhetési forrás volt, mindenkinek volt egy másik jövedelem forrása a kis birtoka mellett. Na most a 90-es években egy olyan változás következett be, ami egy árutermelő borászatok és szőlészetek létrejöttét segítette elő. Ez egy gazdasági tény, egy gazdasági változás, ami előrevetítette azt, hogy a megalakuló családi vállalkozások és borászatoknak maga a birtok a fő megélhetési forrását adja. És innentől kezdve
az a fajta hozzáállás, ami előtt egy örömborászat, inkább egy hobbi tevékenység, kiegészítő tevékenység volt, egy nagyon komoly minőségi termelésre való átállást, egy nagyon komoly innovációt és egy nagyon komoly tőkebefektetést igényelt. A tudományos nap és ezen keresztül a múzeumi évkönyv legfőbb célja Tolna megye történetének megismertetése. Hangszeres kíséret nélkül a kapella módon énekeltek a kórusok Győrkönyvben, azon a kistérségi találkozón, amelynek már majd egy évtizedes hagyománya van. A térség kórusai kapnak ilyenkor meghívást a délutánra, hogy bemutassák, hova fejlődtek a legutóbbi találkozó óta. A település evangélikus templomát 8 kórus éneke töltötte meg a szép őszi délután alkalmával. Énekszótól volt hangos a Győrkönyi templom a mikrotérségi kórus találkozó alkalmával, melynek több éves hagyománya van már. Most már 9. alkalommal szerveztük meg, 2013-ban volt az első, és itt a helyi környékbeli kórusok szerepelnek, jönnek össze minden évben, és mutatják meg, hogy hova fejlődtek, vagy hova fejlődtek vissza, majd kiderül. Győrkönyi a rendezvény, minden falu legakusztikusabb helye az a templom. Győrkönyvben ez az egy templom van, úgyhogy egy kizárásos alapon maradt ez a templom. Egyébként egy nagyon barátságos gyülekezet, az evangélikus gyülekezet, és mindig nagy szeretettel befogadják ezt a rendezvényt. Az előző évek programmenetét követték a szervezők a rendezvény összeállítása alkalmával. Vagy idei évben 8 kórus fog énekelni. Sajnos egy betegség miatt egy zenei produkció el fog maradni, egy zenekari produkció, ahol egy hangszeres zenésztársunk kidőlt teljesen, úgyhogy ezt nem tudjuk megcsinálni, ezt a műsorszámot, de a többiek itt vannak. A kórusok azok szerepelni fognak. Minden évben van egy zenés produkciónk is, kicsit színesítsük az a cappella éneklés mellett, legyen egy kis hangszeres dolog is, és most ez sajnos nem lesz meg, vagyis ez sem igaz, mert egy kis általános iskolás kislány, aki szaxofonozik, bocsánat, ő bevállalta, hogy megmutatja, hogy mit tanult eddig a zeneiskolában, hogy végül is mégiscsak lesz egy hangszeres produkciónk is. Most már kialakult, igen, egy állandó csapat. Eleinte igyekeztünk mindig hívni vendégeket messzebbről, főleg német nemzetiségi kórusokat próbáltunk ide hívni, mert a falu egy német nemzetiségi település. A Győrkönyi Vegyeskar is egy német nemzetiségi hagyományőrző kórus. A csoportok nagy része viszont keresztény énekar. Szerettük volna egy kicsit a győrkönyi német hagyományokat ápolni, viszont olyan sokan lettünk itt a környéken közben az évek alatt, hogy annyira elhúzódott a műsoridőnk, hogy most már le kellett szűkítsük a keretet, úgyhogy az utóbbi időben már csak így magunk között vagyunk. A Győrkönyi Vegyeskar számára, akár csak a meghívott kórusoknak, ösztönzők az előre kitűzött programok. Heti egyszer próbálunk, 15-6 tagja van a kórusnak, nyilván ez nem tűnik olyan soknak, viszont ezért egy ekkora faluban ez egy igen nagy létszám, főleg annak fényében, hogy működik itt a faluban egy másik énekes csoport is, a Pincegyi Cimborák, akik meg csak férfiakból álló 18 fős csapat, de a győrkönyök nagyon szeretnek énekelni. A Győrkönyi Vegyeskar ez inkább itt a nemzetiségi napokon, a templomi alkalmakon, karácsonykor szokott énekelni, illetve időnként másik német nemzetiségi településektől vagy testvérgyülekezetektől szoktunk meghívásokat kapni, és akkor ott, illetve van ez a rendezvényünk, úgyhogy kicsit korlátozottabban tudja magát megmutatni, azért is találtuk talán ki, vagy azért csináltunk rendszert ebből a találkozóból, mert erre minden évben tudunk készülni, érdemben van miért dolgozni. A
9. alkalommal megszervezett mikrotérségi kórus találkozó az előző rendezvényekhez hasonlóan tárt kapukkal várta az a cappella éneket kedvelőket a település evangélikus templomában. A rendezvény célja a baráti kapcsolatok ápolása mellett, hogy legyen olyan alkalma a térség kórusainak, ahol kizárólag ők vannak a középpontban. Hajdanában 10 évvel ezelőtt, ugye, mert egy kórus találkozón kimaradt, azért 9. alkalommal, fogalmazódott meg ez az ötlet, hogy nagyon jó lenne ez a kistérségi vagy mikrotérségi kórus találkozó, mert vannak falunapok, és a kórusok készülnek rá, de a sok találkozó meg ismerősök révén nem nagyon figyelnek a kórusokra. És akkor döntöttük el, hogy csináljunk egy olyat, amikor csak ők vannak a középpontban, és az a kórusok ünnepe. Ez egy nagyon nagy feltöltődés úgy a kórusoknak, úgy, mint akik részt vesznek benne, lelkileg is és szakmailag is, mert meg lehet figyelni, hogy a 9 alkalom alatt a kórusok mennyit fejlődtek, nagyon sokat. Vannak fiatalabbak is, meg idősebbek is, vagy régebb volt a fiatalok, de akik szívügyének érzik a kórusban való közösségben való éneklést, azok szívesen vesznek részt ilyenen. A hagyományszerű találkozó persze nem csak az éneklésről szólt, baráti beszélgetésekből sem volt hiány. A kórusok folyamatosan énekelnek, megvan, hogy mikor ki, és utána pedig egy közös vacsora kíséri az egész rendezvényt, ahol még tudunk beszélgetni, és a kórustagok is egymással. Természetes, hogy közösségben élünk, és a közösség az nagyon fontos az embereknek, a lelkének is. A 9. mikrotérségi kórus találkozó a házigazda Györkönny 2 kórusán kívül Tengelic, Kajdacs, Pusztahencse és Nagydorog 2 kórusának résztvételével zajlott. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!